Kisebbségben az NB1-es futballcsapatok a Magyar Kupa legjobb 16 gárdája között. Az NB2 újoncaként a Dorog az élvonalbeli MTK-t verte ki legutóbb, és a Vasast kapta a bajnokságban jelenleg 15. helyen álló klub. Németh Szabolcs vezetőedző és játékos a Bor Dávid a stúdióban. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Urak, tart még az ünnep, vagy pedig a bajnokságban való helytállás az fontosabb annál? Hát igazából a mérkőzés után megünnepeltük, elmentünk közösen a csapattal vacsorázni. A következő nap viszont már a bajnokságra koncentráltunk, hiszen a bajnokságban is fontos feladataink vannak, hiszen bent kell maradnunk az NB2-be. Úgyhogy ott megünnepeltük. Annyi volt, este még buli, és akkor utána másnaptól nem lehet, de annyit áruljál nekünk, ha elárulhatsz ilyen kulisszatitkot. Így az ember kiver egy NB1-es gárdát az a Magyar Kupából, és utána este elmegy a csapat vacsorázni, ezért valamit lehet inni? Persze, egy siker után mindig meg van engedve egy sör, de profik vagyunk, és több nem. Többet nem lehet, de azért egy sört meg egy lehet. Jó lesőt, igen. Egy jó leső sör. Egyébként, amikor Szabolcs, amikor megtudtad, hogy NB1-es az ellenfél, az MTK az ellenfél, akkor mit mondtál meg, mit mondtatok egymás között, hogy hát majd meglátjuk, hát igazából, vagy az, hogy ki kéne őket verni? Én örültem neki, mert az MTK egy olyan stílus focit játszik, ami a mi csapatunknak fekszik, azt tudtuk, hogy támadni fognak, és mi akkor majd tudunk kontrázni, ki tudjuk használni az ellenfeleinknek, a játékosainknak a gyorsaságát, és igazából úgy mentünk ki a meccsre, hogy mindent megteszünk, nekünk veszteni valunk nincsen, oda tesszük magunkat, ha nyerünk, akkor tényleg arra felfigyel mindenki, ha meg kikapunk, akkor meg az MTK hozta a papírformát, de úgy mentünk ki, ebből hogy... a kalandból nem lett rosszul kijönni, úgy mondhatok fel. Van. Ezek szerint akkor a taktikai felkészítés az olyan nagyon különlegesnek nem kellett lennie, hiszen karakterében azt kellett focizni, amit tudtok, egy olyan ellenféllel, amelyik feküdt annak, amit ti tudtok. Így van, mi azokkal a csapatok ellen tudtunk jó eredményeket elérni, akik jöttek ellenünk, támadtak, és a gyors kontráinkat végig tudtuk vezetni, ki tudtuk használni a játékosainknak az erősségét, igazából van egy stílusunk, az a biztos védekezésre alapul, abból villámgyors ellentámadásokat vezetünk, és ez nekünk teljesen feküdt, az MTK stílusa. A kezdőben nem kerültél be ezen a bizonyos meccsen, akkor ott az indulásnál csalódott voltál? Nem, mert számítottam rá, mert Békés Csaba ellen végigjátszottam a meccset, és most szerdán igazából azok kezdtek, akik kevesebb játék lehetőséget kaptak, hogy ők is bizonyítsanak. Na most, te hogy tekintettél erre a mérkőzésre az eddigi életed, karriered tekintetében, ilyen tétmeccsen, ilyen erős csapat ellen? Ilyen helyzetben? NB1-es csapat ellen mindig ez egy kiugró lehetőség. Itt lehet bebizonyítani, hogy mit tudsz, és azért erre figyel az egész ország. Egyébként a focistáid ehhez az összecsapáshoz hogy álltak hozzá? Mert hogy ugye Sitku Illés, Kőváni megye, szóval vannak, akik ismerik az élvonalat, de a fiatalokban, többiekben volt-e szorongás, hogy jön a nagy MTK? Ez nem szorongás volt, hanem egy egészséges druk. Mindenki meg akarta mutatni, hogy igenis van a csapatnak karaktere, hogy jó játékosok, és szerettek volna bizonyítani azok a játékosok, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, hogy ők is helyet követelnek maguknak a bajnokságban, a csapatban. Aztán a mesterök időt, hogy jól tud cserélni, nem? Hát így van. Nagyon jó cserét. Be is jött az első labdaintésbe, sikerült gólt rúgni. Az hogy történt? Mi volt? Már úgy értem, hogy volt-e szerencsefaktor ebben? Ez tényleg tökéletes csere. Beküldenek és első labdaintésbe jön. Ez így volt megírva. Ez így volt megírva? Tökéletes csere volt. Kontra, pont beszálltam, aztán már mehetett is a lendületbe a gól. Jó, hát akkor jó helyen jöttél be. Jó helyen jöttem be, ott ment a támadás, úgyhogy jó volt. Na most, hát azt, ha lehet mondani, akkor a következő ellenfél az még rágósabb falat lehet. Vasas. Így van. Az ember egy listavezető Vasast kaptuk meg a kupába. A két egyesület között nagyon jó a kapcsolat. Télen is fogunk velük edzőmérkőzést játszani, meg a felkészülő szezonban eddig mindig játszottunk, illetve sok olyan játékos van a keretben, Szedlár Zoli, Nagyházi, Fekecs Dávid, akik korábban a Vasasban nevelkedtek, vagy kötődnek a Vasashoz. Úgyhogy hát ott is igazából meg fogunk tenni mindent, azt ígéretem, nem fogjuk könnyen adni a bőrünket. De azon a meccsen ismételten csak nekünk nincsen veszíteni valamit. És akkor stílusra most megint jól jött ki a dolog, nem? A Vasas egy szintén egy rohanós támadós focit játszik, ez megint elvileg fekszik a dologiak. Játszhatjuk a játékunkat. Így van. Tehát ilyen szem, egyébként a csapat hogy gondolkodott ott az egy sör közben, amikor azt lakolgattátok, hogy itt kit kéne kapni ebből a mezőnyből?
legyen NB3-as, NB2-es, vagy sokkal szórakoztatóbb, mert ugye a kiugró lehetőség van. Én örültem az NB1-esnek, mert tényleg az egy olyan lehetőség, amit lehet, hogy nem tér vissza, és olyan dolgokat tudunk csinálni, ami tényleg emlékezetes lesz. Igen, azt már megbeszéltétek, hogy a Vasas ellen hanyadik percben szállsz be? Na most nehezebb-e ilyen szempontból a feladat, amikor oda-visszavágunk kell továbbjutni a kupába egy kisebb csapatnak? Persze, természetesen. Egy meccsen azért könnyebb továbbjutni, legyünk őszinték. De mert az első meccs szerintem az ilyen tapogazottózó lesz. Az első meccsből jól jövünk ki, akkor a második meccsen még bármi lehet, de hogyha az első meccset sajnos elrontjuk, úgy gondolom, akkor már azért a Vasas hazai pályán meg fogja tudni őrizni azt az előnyt, hogyha olyan nagy erőnyre fog szert tenni. Azért egy meccsen szerintem könnyebb tovább. Jó, világos. Az első meccsen tehát a feladat szélvészgyors kontrákkal egy több gólos előnyhöz jutni, amit aztán meg lehet őrizni majd a Vasas ideiglenes otthonában. A bajnoki szereplés, gondolom, nyilván jóval fontosabb ennél a kis ráadásnál, ennél a bónusznál, amit a kupa jelent, igaz, Szabos? Természetesen igen. De az elsődleges célunk ugye, hogy az NB2-es tagságot megőrizzük, hiszen 16 év után van újra a Dorogi FC az NB2-ben, és egy építkezés folyik a klubnál, fokozatosan szeretnénk lépésről lépésre feljebb haladni. Ebben az évben az a célkitűzés, hogy megragadjunk az NB2-be, és ezért mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy elérjük a célunkat. Na most tegnap egy X sikeredett az utolsó Szeol otthonában, Dávid végigjátszottál, most ezt a becserélünk ütőkártyát nem játszotta ki az edzőt. Veszélyes ez a 15. helyezés? Kicsit igen, de szerintem nem lesz gond a bemaradás. Én bízom a csapatban, meg a szakmai stábban. Szerintem meg fogjuk oldani, én a top 10-ben várom azért a csapatot, vagy még előrébb. Tehát akkor ezt akartam kérdezni, hogyha eddig látva az NB2-t, az ellenfeleket megismerve, te a mezőny első felébe érzed a Dorogi játéktudást is? Én igen. Itt bárki megverhet bárkit, 2-3 győzelem, és ott tudunk lenni egyből elő. És hogyha az első felébe gondolod a csapatodat, akkor inkább mi alapján? Inkább a játékosok egyéni képességei, tehát a keret minőség alapján, vagy inkább a csapatként együtt kitalált és eredményesen működtetett játékrend és stílus miatt? Melyik a fontosabb? Is. Megvan egy nagyon nehéz felbontású játékrendünk is, meg a játékosok kreativitása is. Azért vagyunk egy pár NB1-es keretből, meg vannak ösztönző játékosok, úgyhogy szerintem nem lesz gond ezzel. Szabor, szerinted hol ebben a mezőnyben a helye a Dorognak az eddig látottak alapján? Szerintem a 10 és a 15. hely között. Egy kicsivel akkor... Így van előbbre, de én azt mondom, hogy körülbelül a 10. hely környékén, 2-3 pozícióval lejjebb. Igen, a 10. hely az, amiben játékos és edzője meg tudnak körülbelül állapodni. Egyébként ugye kívülről hihetetlenül izgalmasnak látszik, fest ez a másodosztály. Ti benne vagytok. Mi az? Mit lehet itt meg... Valószínűleg azt lehet csak megjósolni, hogy minden megjósolhatatlan? Hát így, ahogy mondod, hát itt bárki ellen, bármilyen eredményre képes. Nagyon kiegyenlített a mezőny. Itt éppenséggel az adott forma dönti azon a hétvégén, melyik csapat milyen formában van. De azt gondolom, hogy szerintem a kívülállóknak, meg a semleges szurkolóknak szerintem ez nagyon jó. Azt például megmernétek jósolni, melyik lesz a két feljutó csapat? Én kicsit szívből Balmazói Városnak szurkolok. Voltam ott, de amúgy nem tudom, fogalmam nincs. Tehát, hogy legyen egy kvázi meglepetés feljutó. Hát igen. Uh-huh. Szerinted? Szerintem, én úgy gondolom, hogy a Békés Csaba meg a Puskások a két feljutó lenni. Szerintem most télen rendezik a sorokat a Puskás Akadémiánál, és akkor szerintem ők azért a tavasz meg fogják nyomni és föl fognak jutni. A másik csapata, a Békés Csaba pedig a gyenge rajt után ugye most egy egész jó sorozatban van, megvan a megfelelő szakmai munka is, hiszen egy remek edzőjük van, összeállt a csapatuk, nyáron azért kicserélődött az NB1-es keretük, de összeálltak, és szerintem úgy gondolom, hogy ők is azért tavasszal ütős kis csapatot fognak alkotni. Nálatok télen kell-e valamit rendezni a sorokon? Hát az NB2-nek mi vagyunk a legfiatalabb csapata, azért még rutint kell szereznünk, meg egy-két rutinos játékos szeretnénk természetesen igazolni, de a fiatalok mellé, hogy azokra a meccsekre,
döntetlen lett, vagy 1-0-ra nyertünk meg, azokat a meccseket magabiztosabban nyerjük meg, vagy a döntetlenekből jól jöjjünk ki. A rutin még hiányzik belőlünk, azért szeretnénk rutint igazolni. Dávid, mit lehet érzékelni Dorogon az ottani? Hát ugye itt van egy komoly tradíció, NB1-es tradíció is. Most jelen pillanatban ott a közönség milyen mértékben vevő arra, hogy legyen egy tényleg erős NB2-es csapat, az NB1-es nem mondok. De szerintem Magyarországon ritka az a hely, ahol ennyire szeretik a focit. Mindig kijönnek, sőt még idegenben, még nagyon messzire is elkísérik a csapatot, úgyhogy ezen pozitívan csalódtam nagyon ebben. És szerintem ők is azt várják, hogy minél előbb kerüljünk, minél jobb legyen a csapat, és minél többen ki tudjanak jönni. Egyébként az a játékstílus, amit ti képviseltek, az annak a mezőnyben, szóval kik állnak hozzá még a legközelebb, amikor olyan ellenféllel találkoztok, hogy két kontrázó csapat akar egymás ellen kontrázni? Hát igazából szerintem a hátul lévő csapatok, vagy akik nagyon védekezésre állnak be, olyankor érdekes a meccs, de akkor valakinek változtatni kell. Na hát ti azt hiszem, hogy azon nem akartok változtatni, hogy bemaradó helyen maradjatok, sőt még följebb készültök, mint mondtátok, hát a sok szerencsét hozzá kupában meg. Hát akkor ott meg még inkább köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük.